Június első napján a Szent István téren olyanok is biciklire pattantak, akik a hétköznapokon nem kerékpáron érik el úti céljukat. A Bihari Természetbarát Egyesület már 13-adjára rendezte meg a Critical Mass biciklis felvonulást városunkban. A cél pedig minden évben ugyanaz, népszerűsíteni a kerékpározást, mint az egyik lehetséges mindennapos közlekedési eszközt. A biciklis demonstráció felhívja a figyelmet a környezetet érő szmog terhelésre is. Idén már a délelőtti kerekezéshez is sokan csatlakoztak, és az esti bringázás is népszerű volt. Ahogyan minden évben, most is a polgárőrök segítették a felvonulók zavartalan közlekedését. Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Critical Mass Berettyóújfaluban. A célja ugyanaz, mint az eddigiekben, hogy az embereket rávegyük, hogy kicsit többet üljenek kerékpárra, és legalább ezen az egy napon a környezetvédelemért tegyünk egy kicsit. Lesz délelőtt 10 órakor egy felvonulás a kerékpárúton, délben indul egy túra mező Péter, Mezősas és Berettyóújfalu útirányon, és legvégül a záróprogram 8 órakor egy felvonulás lesz, ugyanúgy, mint a délelőtti rendőrség segítségével. A túra pontos útvonal, a Szent István térről elindulunk, a kerékpárúton Mezőpeterdig. Ott lesz egy átkötő út Mezősas fele, és ott vissza pedig a mi úton fogunk visszaérkezni, ugyanúgy a Szent István térre. A leginkább a túrára szoktak eljönni, környező településekről, évről évre egyre többen. Idén a Critical Mass-t a polgárőrség és a Berettyóújfalui rendőrkapitányság segíti, illetve a Bihari Természetbarát Egyesület tagjai a Critical Mass szervezői. Az esti program a tavalyihoz hasonlóan folytatódott, a Berettyóparti baráti futók kocogással vezették a biciklis sort egészen Berettyó Szentmártonig és vissza.